A történet az 1990-es évek elején veszi kezdetét Juárezben, egy kis faluban. A Valencia kávéültetvény cserjéi között szalad egy fiatal lány egy férfi elől. Natáliát végül utoléri Alfredo és csókolózni kezdenek. Natália aggódik, mert a férfi még mindig nem szakított a nővérével, Ricardával. Alfredo biztosítja a lányt, hogy hamarosan édesapjuk elé áll és mindent elmond neki, de egyelőre még a türelmét kéri. Ricarda eközben édesapjával, Julioval tervezi az esküvőjét és a két család vagyonának egyesítését. A cseléd, Sol, aki mindent tud Natáliáról és Alfredóról, kihallgatja a beszélgetést. Majd közli a hazatérő Natáliával, hogy a jelek szerint Alfredo még mindig nem fette fel titkukat. Natália már tud róla, s kényelmetlenül is érzi magát, mert nem esik jól neki az, hogy becsapja a nővérét. A beszélgetést Manuela, Natália anyja zavarja meg, tudni akarja, hogy mégis miről beszéltek, mert csak az utolsó szavakat kapta el. Miért is csapja be Natália a nővérét? Natália magyarázkodni kezd valamit az esküvővel és az ajándékokkal kapcsolatban, amit végül Manuela félbeszakít, mert egy szavát sem hiszi. Az asszony figyelmezteti kisebbik lányát, bármi is van a háttérben, csak egyenes módon szabad játszania. Fermín, Natália és Ricardá testvére ismét a feleségével, Juanával vitatkozik. A házasságuk maga a pokol. Juana ismét kérleli a férfit, hogy váljanak el, a férfi azonban erről hallani sem akar. A szülei nem engednék ezt meg. Juana elképesztőnek tartja, hogy egy felnőtt férfinak még ezt meg kell beszélnie a szüleivel és engedélyt kell kérnie. A veszekedést a kis Benjamin, a házaspár közös gyermeke is meghallja, anyja védelmére akar kelni, mire Fermín megüti a gyermeket. Juana viszi ki onnan Benjamint, előtte pedig azt mondja a férjének, hogy a viselkedését soha nem fogja megbocsátani. A szomszéd birtokos, Luciano Álvárez is a feleségével, Vivianával vitatkozik. Viviana évekkel korábban elvesztette a várt gyermekét, s azóta sem tudott teherbe esni. A soviniszta Luciano mindenért a feleségét okolja, s haszontalannak tartja. Az ajtó mögött az egyik cselédlány, Franciszká hallgatózik, de a házvezetőnő Leonor rajta kapja s elvonszolja onnan. Megtiltja, hogy még egyszer ilyet tegyen, különben az utcán találja magát. A konyhában vitatkoznak tovább. Franciszká megtiltja a nőnek, hogy beleavatkozzon az életébe. Lorena, a házvezetőnő lánya azzal vádolja meg Franciszkát, hogy nem véletlenül érdeklődik ennyire az urak élete iránt, túlságosan is magasra kacsingat. Franciszká nem reagál a megjegyzésre, hanem otthagyja a két nőt. Leonor figyelmezteti Lorenát is, ne kekeckedjen Franciszkával, mert nem lesz jó vége. A dolgozószobában Fermín és Julio beszélgetnek a közelgő esküvőről. Fermín mindenképpen sürgetné az esküvőt, hiszen szükségük van rá. Ezt Julio is nagyon jól tudja, mindenképpen be kell házasítani a családba a gazdagárvát, Alfredót, hogy rátehessék kezüket az örökségére, mert a gazdaság egyre rosszabb állapotban van. Alfredo erőt vesz magán, s felkeresi Ricardát, mindenképpen meg akar vele beszélni egy fontos dolgot. A beszélgetést megzavarja Julio, így Alfredo nem tud semmit mondani Ricardának. Julio a dolgozószobájába invitálja leendő vejét, ahol a gazdasági ügyeket akarja megbeszélni a vőlegény és leendő családja között. Alfredo nagyon furcsán viselkedik, ami feltűnik Julionak is, s rákérdez, biztos feleségül akarja-e venni a lányát? Alfredo megijed az úr kérdésétől, s igennel felel. Julio örül ennek, de figyelmezteti, ha megbántja a lányát, akkor egy életen át fogja bánni. Ricardá titokzatos telefont kap egy férfitől, egy bizonyos Javiertől, aki találkozót beszél meg a nővel. Natália és Sol egyedül maradnak a lány szobájában. Sol figyelmezteti, hogy nagyon veszélyes játékot üzenek. Natália maga is tisztában van ezzel, ráadásul a helyzet most bonyolódik is. Sol nem érti, hogy mire gondol. Natália felfedi előtte a titkot, a múlt héten vette észre, hogy gyermeket vár.